Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács február 16-ai Hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jön szokásos rövid képes ajánlónk. Lassan kinövi a város az uszodát. Bővítésről és az úszó nemzet programról polgármesteri szemmel. Startolt az úszó nemzet program. Gyerekek százai tanulnak megúszni. Parlamenti választások 2022. Választási bizottságról, képviselőjelöltekről, szavazókról jegyzőnkkel. Mit hozott az új év, és mit adhat 2022? Évértékelés a Mohácsi Szerb Önkormányzatnál. Országjáráson a mi hazánk. Mohács vendége volt Torockai László. Alig másfél évtized alatt a helyi vízisport látványos fejlődésen ment keresztül. Köszönhetően az Uszoda 2007-es megnyitásának, amelyet kettelési céllal is egyre többen vesznek igénybe. A vizes létesítmény bővítéséről konkrét elképzelésekkel rendelkezik a város, ez derül ki a polgármesterünkkel folytatott beszélgetésből. Pávkovics Gábor emellett elmondta azt is, mi mindennel gazdagíthatja Mohácsot a nemrég startolt úszó nemzetprogram. Polgármester úr, pár napja kezdődött meg az úszodában a Magyar Úszó Szövetség által meghirdetett úszó nemzetprogram, amelynek keretében itteni és a környező településeken élő gyerekek sajátíthatják majd el az úszás alapjait. Több mint 400-an, de inkább 500-hoz közeli ez a szám. Hogyan csatlakozott a városunk ehhez a kezdeményezéshez, és pontosan melyik korosztály képviselői az érintettjei? Az MTE úszó szakosztályának vezetője Cakó Csaba hozta azt a hírt, hogy elindult ez a úszó nemzet program, és az ő koordinálásával, ugyanis ő kulcsszerepet vállalt ennek a programnak a kialakításában és koordinálásában is, a jövőben is kulcsszerepet fog vállalni, és érdemlegesnek tartotta a mohácsi környezetet arra, hogy erre a programra csatlakozzunk, és előkészítette a terepet. Aztán felhívott Vladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, hogy csatlakozzunk ehhez a programhoz. Azt el kell mondjam, hogy az országban nagyon kevés önkormányzat kapott erre lehetőséget, hogy pilót szerepet vállalva csatlakozzon ehhez a programhoz. Mohács megkapta ezt a szerepet, ez köszönhető az úszó szakosztály vezetőjének, Cakó Csabának. Innen is köszönöm azt az együttműködést, amiben pozícionálni tudta a városi úszodát. Miért is fontos ez a kérdés? Ennek az egész programnak az a lényege, hogy az óvodás, nagycsoportos gyermekek, illetve az első-másodikos iskolás gyermekek, mindenki készségszinten sajátítsa el az úszást. Ez nem csak azért fontos számunkra, mert a Duna mellett élünk, és veszélyes környezet is lehet a Duna e tekintetben, hanem az egészségre való nevelés, egy másik sportág, egy nagyon szép sportággal való megismertetés, az egy fontos szülői feladat is, és erre lehetőséget kap az Úszó Nemzet Program keretében belül városunk. És nem csak a városunk, ugyanis mi egy kiemelt központ lettünk, és a Mohács környéki járás települései, Szajk, Somberek, Dunaszekcső, Bár is, hadd ne soroljam föl az összeset, gyermekei ugyanúgy részt vehetnek ebben a programban. Ehhez a program keretén belül, ha jól emlékszem, 4 szállítójárművet kapott a rendszer, illetve biztosítja a rendszer, és ezen szállító járművekkel fogjuk behozni az iskolásokat, illetve a nagycsoportos óvisokat a mohácsi úszodába. A program keretén belül egy héten, egy tanórában kötelező jelleggel meg kell jelenjenek ezek a gyermekek úszásoktatáson, és 7 képzett úszásoktatónak a finanszírozását is vállalja a program, tehát következetésképpen Mohács városának és a környező településeknek nem kerül pénzébe, hogy ezen programba részt vegyünk. A kormány elkötelezett szándéka, hogy ezt a programot kiterjessze majd az ország többi településeire, és ehhez emlékeim szerint több mint 300 milliárdos nagyságrendű forrást biztosít. Ez egy 3 éves program. A gyerekeknek 3 év alatt kell elsajátítani különböző úszásnemeket, hátúszás, mellúszás, gyors úszás, fejes ugrást kell nekik majd egy kvázi gyerekvizsgán bemutatni, illetve elsajátítják a vízből való mentésnek az alapjait is. Milyen előnyökkel jár még Mohácsnak
ebben a programban való résztvétel. Egyrészt az, hogy az úszodának a finanszírozásában segít, ugyanis a program keretén belül az úszodának a ezen időszak alatti használatáért bérleti díjat fizet az úszóprogram. Ezzel finanszírozni tudjuk majd az úszodának a hiányát, ugyancsak részben, de akkor is ez egy nagyon komoly tényező a városi költségvetés szempontjából is. Pont ezekben az időszakokban kisebb az úszodának a kihasználtsága, ezért a délelőtti órákban meg fogjuk tudni tölteni majd az úszodát, így a hasznosításért pénzt is kapunk, optimális az állapot. Aztán azért is fontos még, mert ezekből a gyerekekből lehetnek majd a jövő úszói. És az úszó szakosztály, illetve a vízilabda szakosztálynak az utánpótlás képzésében egy nagyon jó merítési lehetőséget biztosít. Ezekből a gyerekekből majd a szakemberek ki fogják tudni választani, így Szakó Csaba úr is, ki fogja tudni majd választani azokat a tehetségeket, akikkel majd versenyszerű sport tekintetében is érdemes lenne foglalkozni. Ezzel pozícionálni tudjuk majd az úszó szakosztály jövőképét is. Aztán a programban való részvétel nem csak a tekintetben fontos, amit most elmondtam, hanem a városnak a szerepét, a sportban betöltött szerepét járási szinten is erősíteni tudja. Aki gyerekkorában bejön majd a városi úszodába, az elképzelhető, hogy majd ezt a szolgáltatást, ezt az infrastruktúrát a későbbiekben is használhatja. Ezzel az úszodának a kihasználtságát tudjuk jelentősen javítani. A program sikeresnek bizonyul, és mindenki bízik abban, hogy ez így lesz, Mohács tervezi a folytatást? Hát ez egy nagyon jó kérdés. A várhatólag, és már a mostani tendencia is azt mondja, hogy ez az úszoda a versenyszerű sport kiszolgálására, illetve a lakosságnak az igényeinek kiszolgálására egyidejűleg már kapacitás tekintetében nem alkalmas. Nagyon sok feszültség van már most is, hogy az vízfelületet hogy osszuk meg, melyik időszakban jöhetnének az amatőr, városi lakos úszók, úszószerető lakosaink, és mikor tudják használni a versenyszerű sportolók. Szerencsére az elmúlt időszakban jelentős mértékben nőtt a úszással és vízilabdával foglalkozó gyermekek száma. 300 környékén járunk, ez egy csodálatos szám, népszerű ez a sportág a városunkban, és ezzel egyidejűleg el kell azon gondolkodnunk, hogy az úszodának a bővítési lehetőségét is meg kell vizsgálni. Nem véletlen, hogy a decemberi testületi ülésen egy előterjesztéssel éltem a képviselőtestület felé, hogy a környezetünkben és a mellettünk lévő, az úszoda mellett lévő 14 hektáros MÁV terület, állami terület, amit a vagyonkezelő tart tulajdonba, hogy abból egy jelentős részt le szeretnénk választani. Ezek a munkák, ezek elindultak, és a rajzok már elkészültek, és a vagyonkezelőtől ingyenes állami tulajdonból, önkormányzati tulajdonba való adást kezdeményeztem a megfelelő minisztériumnál. Ez egy hosszabb folyamat lesz, de úgy gondolom, hogy realitása van, ugyanis a MÁV Pécsi Üzemigazgatóságának a szakembereivel megvizsgáltattuk, hogy mely az a terület, ami biztos, hogy a MÁV későbbi működése során sem tart igényt. Azok a rakodó pályatestek, amelyeket most már évek óta nem használnak, az a későbbiekben sem lesz használatos. Így, ha jól emlékszem, 1,3 hektáros területet fogunk leválasztani ebből a 14 hektáros területből, és ez a terület fogja majd azt a potenciált megjeleníteni, ahova bővíteni lehet majd az úszodánkat. Van erre is terv és elképzelés a fejemben, meg is kezdtük ennek a folyamatnak a úgymond tervezését. Jelenleg ott tartunk, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség TAO keretéből a tervezésre mintegy 50-60 milliós nagyságrendű összeget tudunk majd elkölteni. Tehát rendelkezni fogunk egy olyan tervvel, ami majd alapját képezheti a későbbi úszoda bővítésnek. Ennek a bővítésnek az lenne az én fejem szerint a célja, hogy szét tudjuk választani a lakosság igényeinek megfelelő úszoda komplexumot, ez a most meglévő ingatlan kubatúra lenne,
és tudjunk egy olyan versenysportnak, illetve ennek a magyar úszóprogramnak teret is helyet adó új létesítményt létesíteni. Ez több milliárdos beruházás. Ennek a forrásait még nem raktuk össze. Van esély arra, hogy ez megkeletkezzen a következőkben, de talán erről akkor beszélnék majd konkrétumokban, amikor majd látom, hogy ennek a realitása ez megvan. Egészséges életmódra nevelés és a vízbiztos úszás megtanítása. Ezekkel az alapvető célkitűzésekkel hirdette meg önálló programját a Magyar Úszó Szövetség úszó nemzet elnevezéssel. A jó hír, hogy Mohács is ott lehet, azon 20 hazai település között, amelyek bekapcsolódhattak az óvodások és alsó tagozatos általános iskolások szervezett úszás oktatásába. A program jelentőségéről és részleteiről Cakó Csabát kérdeztük a helyi úszodában. Az úszó nemzet programban való részvétel mit jelent a városnak, és mit jelent Patinás Sportegyesületünknek? Azon túl, hogy több mint 400 gyerek úszásoktatását megszervezni, az azért nem kis feladat lehet. A városnak ez nagyon-nagyon sokat jelent, és ez egy hatalmas lehetőség, hogy a Magyar Úszó Szövetség Mohácsot ebbe a programba betette, és egyedüli baranyai településként szerepel egyébként bent Mohács, úgyhogy lényegében itt Paluson meg először Baranyába ez a program. Maga a program a világon egyedülálló, mert ilyen kaliberű program az úszó sportban soha nem létezett, és egy olyan szintű bázist tudunk vele kiépíteni, mind a gyerekeknek az egészségre neveléséből, mind az úszás megszereteléséből, ami egyedülálló. Egy kicsit maradjunk az ön személyénél, hiszen nem csupán városi, hanem régiós szinten is fontos szereplője az Úszó Nemzet programnak. Milyen feladatokat kapott ebben a minőségében a Sportági Szakszövetségtől? Én vagyok a Dél-Dunántúli régővezetője a Magyar Úszó Szövetségnek. Ez azt jelenti, hogy Somogy, Tolna és Baranya megye tartozik hozzám. Ugye itt három városban indul a program. Ugye összesen országosan 20 várost érint. A három város az Kaposvár, Barcs és Mohács. És hát mind a három városban lényegében nekem kellett a szövetség meghosszabbított kezeként ellátni ezt a feladatot, hogy ez a program jól működjön, hogy a buszok időbe érkezzenek, a gyerekeket összeírjuk, a szülői beleegyező nyilatkozatokat összeszedjük, és hát nyilván a különböző létesítményekkel, tankerületekkel jó viszonyt, jó kapcsolatot és megfelelő információval lássuk el. Szóval igazából ez egy ilyen elég összetett feladat, de azt gondolom, hogy mind a három város nagyon jól teljesített, úgyhogy egészen jól lehoztuk a kezdetét a programnak. Térjünk át a program szakmai részére. Az óvis, illetve alsó tagozatos gyerekeket milyen főbb lépésekben tanítják meg az úszás alapjaira, e fél év alatt hová, meddig szeretnének velük eljutni, illetve erre vonatkozóan létezik-e valamiféle előírás vagy követelmény? Hát ugye a program az maga a magyar kormány programja, amit a Magyar Úszó Szövetségen keresztül finanszíroz, és van itt egy nagyon fontos szereplő, ez a TF, aki a szakmai anyagot, a szakmai munkát mellé teszi. Ugye az oktatóknak a kiképzésében, a pedagógiájában, az oktatási rendszer kialakításában olyan emberek vettek részt, mint Tóth Ákos, vagy Sós Csaba, vagy Szájer Péter. Tehát ez egy nagyon-nagyon jól felépített program, aminek a végén ugye három korosztályt érint. Itt az első fél évben a nagycsoportos óvisokat és az első osztályosokat, és szeptembertől fognak csatlakozni a második osztályosok. A harmadik év végére a program szerint, és ugye itt folyamatos presszió alatt vannak az oktatók vizsgákkal és különböző felmérőkkel, a gyerekek három úszásnemben 100 métert stabilan le fognak tudni úszni. Megtanulnak egy ilyen gyermekszintű vízből mentést, ami nagyon fontos, és fejesugrást. Tehát ez a programnak a vége. Ugye 3x 36 órát takar a program, tehát az azt jelenti, hogy hetente egy ilyen 45 perces órájuk van, csak úgymond a Magyar Úszó Szövetség által licenszelt, szakképesítéssel rendelkező oktatók végezhetik a feladatot. És ugye a finanszírozásról az elején beszéltem, tehát mind az oktatóknak a bérét, mind az uszodabérleti díjat, mind a buszokat, mind a buszokon való utazást, mind a felszerelését a gyerekeknek, azt ugye a Magyarország kormánya a Magyar Úszó Szövetségen keresztül finanszírozza, tehát lényegében ez ingyenes a városnak, ingyenes a gyerekeknek,
az úszoda is nagyon jól jár vele, tehát egy egészen jól felépített programról van szó, ami eddig 4 pilot helyszínen futott, körülbelül 1 éven keresztül, és az itt gyűjtött információkból építkezve valósítjuk meg ezen a 20 helyszínen. A helyi úszósport számára vajon jelenthet-e felhajtó erőt az úszó nemzetprogram, hiszen ennek keretében gyerekek százai csobbannak itt vízbe, és egészen biztosan tehetségesek is lesznek majd köztük. Természetesen, tehát én továbbra is azt mondom, hogy olyan embereknek a kezébe kell lenni az oktatásnak, akik értenek hozzá, és ez egy nagyon-nagyon, bármennyire hihetetlen, ez egy nagyon kényes rész, tehát az úszás tudás az sajnos keretek közé van téve, tehát hogy nálunk nem ugyanazt jelenti az úszás tudás, mint mondjuk másnál az úszás tudás, tehát hogyha ha azt mondom, hogy azért kellenek a szakképzett oktatók, hogy akik kikerülnek innen, azok biztos úszás tudásra rendelkeznek, ez természetesen egy részlet. Mivel mi a Magyar Úszó Szövetséget képviseljük, nincs erre fajta presszió, hogy most itt mindenkinek úszó bajnoknak kell lennie. A cél az, hogy itt van mellettünk a Duna, tehát hogy senkivel ne történjen semmi baleset. A cél az, hogy a gyerekek megtanulják ezeket a dolgokat, egészségesek legyenek, mozogjanak olyan keretek között, hogy valójában szakember dolgozik velük. De természetesen a válogatás utána, hogyha valaki ezt a sportágat választja, vagy bármilyen vizes sportágat, az egy hatalmas bázist épít a városnak, és azért itt az elkövetkezendő pár évben számos olyan terve van a városnak, hogy ezt a sportágat és más sportágat akár létesítményben, akár bármilyen magas szintre fejleszte, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon nagy lehetőség. Nyilván minden más város itt szeretne bekerülni az úszó nemzetprogramba. Nagyon-nagyon nagy szerencse, hogy mi elsőként csatlakozhatunk. A szakmai oldal mellett picit az úszásoktatás emberi oldaláról is beszéljünk. Egy úszásoktatónak mennyire kell jó pedagógusnak lennie, hiszen a gyerekek a medencébe se egyformák. Vannak ügyesebbek, olyanok, akik a feladatokat könnyebben, gyorsabban végrehajtják, és nyilván akad olyan is, akinek ez kevésbé megy, sőt lehet, hogy picit fél, meg tart is a víztől. Picit beszéljünk azokra a pedagógusokra, akik ezekben a 6 hónapban velük fognak foglalkozni. Annyiban különbözik ez az oktatási rendszer egy másik oktatási rendszer, hogy itt vannak csoportbontások, tehát az azt jelenti, hogy nem feltétlenül egy oktató foglalkozik a gyerekekkel. Ugye itt Mohácson is 6-7 oktató dolgozik egyszer egy héten a gyerekekkel, egyszerre akár 2-3-an is vannak a medencében, külön oktatás szervezővel dolgoznak, aki folyamatosan rotálja az oktatókat, tehát hogy ne legyen az, hogy valaki fáradtan, akár nem azzal a pedagógiával nyúl a gyerekekhez, ami a legopcionálisabb. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, azért is válogatott az oktatói gárda. Hát például a Sós Csaba személyesen volt minden helyszínen, és hallgatta meg az oktatókat, úgyhogy mindenhol olyan oktatók lettek felvéve, akik a legalkalmasabbak erre a pozícióra. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen, én mindig azt mondom, hogy Sós Csaba személye a magyar úszósportban az egy nagyon-nagyon biztos pont, úgyhogy... Február 15-i tanácskozásán városunk képviselőtestülete döntött a Baranya megye 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak összetételéről. Előjáróink az OEBB tagjává dr. Bajnóci Pált, dr. Breyer Zoltánt és Riegelmann Zsoltot választották meg, a póttagok Hánerné Fét Gabriella és dr. Velencei Máté lettek. Az április 3-ai választással és népszavazással összefüggésben fontos feladatokat ellátó testület tagjai ma délután a helyi választási iroda vezetője, dr. Kovács Mirella jegyző irodájában Pávkovics Gábor polgármester előtt tettek esküt, majd megbízó levelüket is átvették városunk első emberétől. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottsági tagságból eredő tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Köszönöm szépen. Zatlálok.
jó munkát kívánok! Gratulálok is, ezt magát, hogy kívánok! Gratulálok is, hogy magát kívánok! Háté, gratulálok, és jó munkát kívánok! A választás aktualitásairól a helyi választási iroda vezetője, dr. Kovács Mirella jegyző beszélt a híradónak. Országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, ilyenkor így hívják a helyi választási bizottságot, amikor parlamenti képviselő választásra kerül a sor, és az elnevezésben is kifejezésre kerül az, hogy ilyenkor ez a választási bizottság sokkal szélesebb illetékességgel bír, mint egyébként helyi választáskor, hiszen a Baranya megyei 3-as számú egyéni választókerületnek a választási bizottságáról beszélünk. A tagokat, a bizottság tagjait a mai nap délelőttje folyamán Mohácsváros képviselőtestülete választotta meg. A választási eljárásról szóló törvény szerint a választási iroda vezetője tesz indítványt a tagok személyére, és ennek az indítványnak az alapján történik a megválasztásuk. Hát abba a hosszas felsorolásba azért nem mennék bele, hogy mennyiféle feladatuk van, mennyiféle feladata van a választási bizottságnak, hogyha ilyen csoportokba tudnám szedni, akkor vannak feladatai a jelöltekkel kapcsolatban, egész konkrétan a jelöltek nyilvántartásba vétele, aztán a jogorvoslatok elbírálása, van feladata a szavazólappal kapcsolatban. Ezt a jogszabály úgy hívja, hogy imprimálás. Az imprimálás tulajdonképpen annak a szentesítése, hogy a választási eljárásnak egy bizonyos fázisában, amikor már jogerősen megállapítatik, hogy ebben a választókerületben hány jelölt és milyen sorrendben, mert ugye előzetesen sorsolással dönti el szintén ugyanez a bizottság, hogy milyen sorrendben szerepelnek a jelöltek a szavazólapon, és akkor a szavazólap formátumának a szentesítése, az a bizonyos imprimálás, az is ennek a bizottságnak a hatásköre, és még egy csomó más egyéb. De ettől a felsorolástól megkímélném a tévénézőket. Eskütétele után a választmány rögtön munkához is lát. Mai első ülésökön milyen napirendi pontokat fognak tárgyalni? Igen, hát nagyon fontos esemény volt a bizottságnak a megválasztása, hiszen az elmúlt héten szombaton, február 12-én megkezdődött az ajánlóívek gyűjtésének az időszaka, és azt is nagyon fontos tudni, hogy a választási eljárás, ugye egy rövid eljárásról van szó, hiszen alig 2 hónap. A választási eljárásban nagyon rövidek, nagyon szűkek a határidők, és a választási bizottságnak a mai napon mindenféleképpen létre kell jönnie, meg kell alakulnia, és azon kívül, hogy az alakuló ülés formaságain túlesik a bizottság, érdemi ügyekben is döntéseket kell hoznia. A döntések egy része ehhez kapcsolódik, ehhez a bizonyos ajánlóév kiadáshoz, illetőleg az aláírás gyűjtéshez, mert a jelölő szervezetek közül 2 még a szombati napon, a törvényes határidőn belül, tehát délután 4 óra előtt vissza is hozta szükséges számban az ajánlóíveket. Az ajánlóíveken szereplő ajánlásoknak az ellenőrzését itt a választási iroda, akik egyébként mi vagyunk, tehát a Mohácsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek egy része, akik ilyenkor a szokványos vagy a normál munkakörünk mellett a választással kapcsolatos adminisztratív, ügyviteli, technikai feladatokat is ellátjuk, tehát mi ellenőriztük az ajánlásokat, és miután 72 órán belül a jelölt nyilvántartásba vételéről a választási bizottságnak döntenie kell, és ez ma 4 órakor lejár, ez a 72 óra, ezért mindenképpen fontos döntés volt az ő megválasztásuk, és az alakuló ülés formaságait követően ezekben az értelmi kérdésekben a döntéshozatal, de a jelöltek nyilvántartásba vételén kívül elfogadja tervezet szerint, tehát a napirendi tervezet szerint megalkotja az ügyrendjét a bizottság, illetőleg
javaslat fogalmazódott meg arra nyilván a részünkről, hogy azokat az ügyköröket, amelyekben lehetőség van a választási bizottság elnökére hatáskört átruházni, hogy az történjék meg, illetve a harmadik ilyen nagy kupac vagy csoportja a döntésnek, amit szintén javasolunk a bizottságnak, azoknak a szavazóköröknek a kijelölése, ahová a külképviseleten, a konzulátusokon vagy a nagykövetségeken szavazóknak a szavazatait fogják majd összesíteni. Ezt a szavazatszámláló szavazókört kell kijelölni, illetőleg a szavazókör szavazatszámláló bizottságát, illetve a települési szintű lakóhelyen rendelkező vannak ilyenek, akik mondjuk hát nem hajléktalanok, de a lakcímkártyájukon csak annyi szerepel, hogy lakcíme Mohács. Az ő számukra külön a jogszabály erejénél fogva ki kell jelölni egy szavazókört. Ezek történnének a mai napon, illetőleg szükséges megválasztani a bizottság elnökét és elnökhelyettesét, azért is, mert a 2018-as parlamenti választáshoz kötődően megválasztott bizottságnak a mandátuma lejárt. Maradjunk még a képviselőjelölteknél. Eddig hányan vették át az ajánló íveket, illetve idén hány aláírás kell ahhoz, hogy valaki hivatalosan is képviselőjelölt lehessen? Köszönöm. Akkor hátulról kell kezdeném a kérdést. Tehát 500 érvényes ajánlásra van szükség, és a legutolsó információim szerint 11 jelölt érdekében vitték el az ajánlóíveket, amiből 2 jelölt érdekében az ajánlóívek visszahozásra kerültek és feldolgozásra is kerültek. Szignókat más formában is lehet gyűjteni, vagy csak az önök által kiadott íveken? Nem lehet. Ugye azokat a nyomtatványokat, amelyeket a választás során használni kell, ezeket az 1/2022-es igazságügyminiszteri rendelete a mellékleteiben vagy mellékleteiben tartalmazza. Ezeket a nyomtatványokat kell használni a választásban, mégpedig úgy, hogy a választási iroda által hitelesített formában. Tehát az nem fordulhat elő, hogy bármilyen egyéb formátumban itt mi befogadunk aláírásokat, mert ezt nem tehetjük meg. Az áprilisi választásokkal kapcsolatban rengeteg dolog felmerülhet a választópolgárokban. Ha kérdésük van, hová fordulhatnak? Hát azt gondolom, hogy a technika és az informatika mindenféle módon segítést támogatja az érdeklődőket. Nagyon jól működik a www.választás.hu honlap, ezt a Nemzeti Választási Iroda működteti ezt a honlapot. Ott is van lehetőség kérdéseket feltenni. Én csak vélelmezem, hogy a külföldön élő honfitársaink, akik a külképviseleten szeretnének szavazni, talán ezt a formát vagy ezt a fórumot használják, de nyugodtan lehet hozzánk is fordulni, akár e-mailben, akár telefonon. A mi e-mail címünk az a választás@mohach.hu. Ez körülbelül 5 munkatársam és jó magam is erre az e-mail címre érkező beadványokat olvassuk, úgyhogy az nem fordulhat elő, hogy válasz nélkül marad, telefonon is lehet bennünket keresni, ez pedig az önkormányzat megújult honlapján a választási hírek vagy valami ilyen szlájd alatt lehet ezeket az információkat elérni, hogy kikből áll ez a választási iroda, kit milyen kérdésekben lehet keresni. Úgyhogy biztatom is a városlakókat vagy az érdeklődőket, hogy bátran keressenek bennünket. Lehet, hogy kicsit korai a kérdés, de a vírusjárvánnyal összefüggésben bármilyen külön intézkedés vagy előírás érvényben lesz a szavazás napján? Hát én nem gondolom, hogy ez korai kérdés, hiszen több mint 2 éve tart ez a járványhelyzet, és a Nemzeti Választási Iroda vezetője 2 olyan utasítást is megfogalmazott és kiadott, amelyek a választással összefüggésben az úgynevezett közegészségügyi vagy biztonsági szabályokra terjednek ki. Ez az összes magyar szavazókörben, illetőleg választási irodánál kötelezően betartandó szabályok.
Én azt gondolom, hogy ez olyan szempontból könnyebbség is, hogy egyértelmű. Tehát egyértelműen megfogalmazásra került az, hogy a mozgóurnázással, a szavazókörben, és hogy kinek mi a felelőssége és mi a tennivaló. Úgyhogy erre vonatkozóan kaptunk közérthető és alkalmazható és végrehajtható és végrehajtandó és alkalmazandó szabályokat. Befejeződik a városunkban működő kisebbségi önkormányzatok évértékelő riportsorozatunk. Megkérdeztük, hogy mennyire rajzolta át a koronavírus a nemzetiségi önkormányzatok tavalyi terveit, elképzeléseit, mi mindent sikerült megvalósítaniuk, és mit nem az előző évben, és emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit várnak ettől az esztendőtől, illetve hogy a következő 11 hónapban melyek lesznek a fő pontok önkormányzatuk tevékenységében. Ma este a mohácsi szerb önkormányzat képviselőjét láthatják. Még friss az élmény, most volt az ortodox karácsony, ugye január 7-én tartották. Itt Mohácson hogyan, miként zajlott? Elég szerényen tartottuk mondjuk a pandémia miatt, de ma van új év, úgyhogy szerényen megtartottunk, volt mise, úgy ahogy szokás, a szerb szokásokat megtartottuk. Hát úgy vagyok, hogy szerényen, de megcsináltuk. Nem volt könnyű év az előző, sok szempontból befolyásolta az életünket a járvány, a különféle korlátozások. Összességében hogyan tekintenek vissza erre az évre? Hát én úgy mondanám, ahogy az öregeink mondták, hogy minden rosszban van valami jó. Ugye egy kézzel elvettek valamit, de a másik kezükkel többet adtak. És tudtunk haladni, mert az első visszavonulás, amikor a pályázatokat visszavonták, kaptunk felújításra. És ha nagyon őszinte lennék, talán jobban is kellett ez, mint a programok. Mert az egész ország ugye program nélkül maradt, akkor nekünk se nehéz. És nagyon örülünk ennek, hogy így föl tudtuk újítani a közösségi házat. És amikor lehetett valamit, akkor összejöttünk és csináltuk a programjainkat. Ugye a hitéleti, a kulturális, hát amit meg tudtunk csinálni, de a következő év ugyanez volt. De akkor már egy kicsit okosabbak voltunk, mert első fél évre nem is pályáztunk semmit, mert úgy láttuk, ugye, hogy nem lesz könnyű. És ahogy felszabadult, rögtön folytattuk a, hát azt hiszem az első ünneplésünk a szerbúcsú volt, ugye, az a hitéleti, az legnagyobb rendezvénye. Azt is sikerrel megcsináltuk, utána volt a gyerekeknek a tamburatábor, amit ugye nem hagyunk ki, és akkor jött a többi program, ami még hátra volt. Hát a klasszikus, ugye már évek óta, új év előtt ugye a szerb szilveszter szoktuk megünnepelni, akkor van februárban van süteményverseny, akkor márciusban borverseny, akkor irodalmi estek, színházi előadások, és akkor így tovább, ezeket meg tudtuk tartani. A múlt utáni jelen és jövendő, térjünk át egy picit 2022-re, ennek az évnek milyen főbb célkitűzésekkel vágnak neki? Hát azt hiszem már pozitívval kezdünk, mert a tavaly be kellett adni a pályázatokat, ugye felújításra még, és a kulturális és a hitéleti pályázatokat. Hát úgy, ahogy hallottuk, félfüllel, de remélem igaz is, hogy kapunk felújításra, és kapunk hát a pályázatokra, ugye az év, nem tudom, melyik hónapjába kezdünk, de ahogy felszabadul, akkor folytatjuk tovább. A szerb templom felújítására pályáznak el? Hát igen, régi pályázatok vannak, de szerintem hát pályázunk, csak oda nagyon-nagyon sok pénz kell, akkor inkább egy olyan nagyobb pályázatot, abba bízunk, hát ha az 500 éves évfordulóra talán az lesz az igazi. Fontos kérdés, hogy hogyan tovább szerb nyelv, hiszen ezt a nyelvet ellentétben mondjuk a horváttal vagy a némettel a helyi oktatásban, iskolákban, óvodákban nem tanítják a gyerekeknek, a fiataloknak. Vannak-e fiatalok, gyerekek, tizenévesek, akik tanulják Mohácson a szerbet, akár a szüleiktől, akár a nagyszüleiktől, odahaza, családi körben? Hát igen, van egy pár gyerek, de nagyon kevesen vagyunk, és a gyerekekből is kevés van, de a nagyobbak már, ugye azok is tanulnak, de a kisebbek is, a családi, az otthoni és tanárral is együtt. Úgyhogy próbáljuk tartani, melegen tartani még ezt a nyelvet, nehéz, mert kevés van, de igyekszünk azért megőrizni.
Hát az idősebbek azok még beszélik, és akkor a klubba is ugye nagyon vegyes a társaság. Nagyon örülünk, mert minden nemzetiség jelen van. És ami egyezik a nyelv, a sokacok és a szerbek, de ha idegen van, vagy németek, vagy romák, vagy bárki, azokkal magyarul. De tulajdonképpen két nyelvünk van. Az anyanyelvünk a nemzetiség, és a másik a magyar nyelv. Úgyhogy ez valahol egyformán díjazható. A kultúrának nagyon fontos része a zenei örökség, és ez azért nyer említést, mert a napokban jött ki egy új hanghordozó, a Mladi Tamburási Tambura Zenekar előadásában szerb dalokat hallhatunk. Hogyan született meg ez az ötlet, hogy ilyen zenei album szülessen? Hát az az igazság, hogy már nagyon régi álmunk, de a mi gyerekeink ugye Kovács Józsinál tanultak, és kicsi koruk óta oda járnak. Az az igazság, hogy ez a korosztály fölnőtt, és ahogy nőttek, úgy nőtt a kedvük is a zenéhez, és nagyon, nagyon jól csinálják. Én, aki nem vagyok zenész, én így látom, de úgy látom a többiek is. És régi álmom volt már, hogy örökítsük már meg, hogy ők is már oda jutottak, hogy mint a nagyok zenélnek. És tavaly ugye beadtuk a pályázatot a CD-re, és hál' Istennek sikerült, és az én álmom teljesedett. Szó volt a fiatalokról, a tizenévesekről, és nem csak zenészekről. Őket hogyan sikerül megszólítani, mennyire tudják bevonni a programokat, hiszen kell majd valaki, aki tovább viszi a zászlót, és tovább viszi a szerb kultúra zászlóját is Mohácson. Hát mondjuk a fiatalok és a közép fiatalok, ugye már így mondom, nem mondom, hogy öregek, vannak, segítenek. Minden alkalommal, amikor megkérjük, de különben is mindig részt vesznek. Hát amikor itthon vannak, és nincs olyan elfoglaltságuk. De nem haragszunk ezért, mert a fiataloknak is nehéz, mert van munkahely, és az kell előbb. És ami marad szabadidő, azt tényleg segítenek nekünk. Van fiatalabb, még fiatalabb, idősebb, úgyhogy lehet válogatni, és a gyerekek is segítenek, mondjuk a Mládi Tamburások is, meg a másik zenekar. Úgyhogy ilyenben nem szenvedünk hiányt. Fontosnak tartva a leendő választókkal való közvetlen kapcsolattartást és választási programjuk megismertetését, januárban országjáró körútra indult a Mi Hazánk Mozgalom elnöksége. A pár hete kezdett, egészen az áprilisi választásokig tartó sorozat keretében a közelmúltban Dúró Dóra elnök helyettes látogatott hozzánk, múlt szombaton pedig Torockai László országos elnök volt a vendégünk és tartott lakossági fórumot. Délután 2 óra előtt már élénk volt az élet a program helyszínéről szolgáló főutcai Pannon konferencia és rendezvényterem előtt. Mint ismert, a Mi Hazánk tiltakozik a védőoltás lehetőségét elutasítók hátrányos megkülönböztetése és ezzel együtt bizonyos szolgáltatások oltási könyvhöz kötése ellen. A politikai erő ennek érdekében aláírásgyűjtésbe kezdett, az érkező szimpatizánsok, érdeklődők közül számosan látták el kézegyükkel az erre rendelt íveket. A politikust az a Bernard Csilla fogadta, aki Baranya megye 3. számú választókerületének képviselőjelöltje, és aki e minőségében tavaly már bemutatkozott a választóknak. A lakossági fórum előtt megtartott rövid sajtótájékoztatón Torockai László országos elnök az alábbiakat mondta. A szeretettel köszöntünk mindenkit. Országjárásom során most Baranya megyébe érkeztem, és mi úgy próbáljuk a Facebook cenzúrát és az elhallgatást legyőzni, hogy én magam és az elnökség számos tagja körbejárja az országot. Személy szerint mind a 106 választókerületbe ellátogatok. Ez ilyenkor hétvégente általában 3 lakossági fórumot szokott jelenteni. Ma is Mohács mellett Pécsen, illetve Szigetváron lesznek még lakossági fórumaim. És szeretnénk az embereknek elmondani azt, hogy van választási lehetőségük, hogyha nem akarnak a Fideszre vagy a balliberális tömbre szavazni, hiszen már mind a kettő nagy politikai erőt kipróbálhattuk. És például itt a koronavírussal, a Covid-dal, az oltásokkal kapcsolatban is világosan látszott, hogy csak a Mi Hazánk Mozgalom képviselt egy más
alternatív álláspontot, mint a Fidesz, vagy akár mint a balliberális pártok, akik semmi más nem tettek, mint a gazdaságunkat próbálták tönkretenni, illetve újabb és újabb, akár negyedik, ötödik, hatodik oltással próbálták ezt a helyzetet megoldani. Nekünk sokkal komolyabb alternatív javaslataink vannak, és például felállítottuk a koronavírus kutató központot dr. Páli Jenő agykutató orvosbiológus vezetésével, ahol szakemberek segítségével próbáljuk egyrészt földeríteni azt, hogy mi ez a koronavírus, és hogyan lehet ellene védekezni, úgyhogy ne tegyük tönkre a gazdaságunkat. Mohácsra érkezve szeretném bemutatni az országgyűlési képviselőjelöltünket, Bernát Csillát, és talán nem is olyan nagy meglepetés ez, hiszen már korábban polgármester jelöltünk is volt. Nagyon jó szívvel ajánlom az itt élők figyelmébe Bernát Csillát, akit nagyon régóta ismerek. Egy kikezdhetetlen, kiváló, tisztességes, a politika által nem besározott családanyáról beszélünk, aki ráadásul pont azon a szakterületen rendelkezik felsőfokú végzettséggel, amely kiemelt a Viradat program szempontjából. Ugye mi be tudjuk mutatni az országjárásán a programunkat, a Viradat programot, amely nagyon nagy előrelépés, hiszen sem a Fidesznek, sem a balliberálisoknak nincs ilyen programja, és a Viradat program egyik kiemelt része a vidék felemelése, a mezőgazdaság rendbetétele és az élelmiszeripar visszaépítése, pont ezen a területen szakember Bernát Csilla. A sajtótájékoztatót követően lakossági fórumra került sor Bernát Csilla és Torockai László részvételével. Kedves nézőink, ezen ma esti magazin műsorunk véget ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra jövő héten szerdán.